KBG Podcast. A helyi termelőtől az ambient zenéig. Hogy kerül a város kulcsembere éjszaka Üzbegisztánba? Egy ingatlan ügynök hogy jön rá az élete értelmére Indiában a Ganges partján? Miért vesz egy motorosnak 10 liter benzint egy ismeretlen? Miért ismerik a Közel-Keleten olyan jól Romániát? Hogyan készül egy világjáró egy több hetes útra? Miért nem szeretik a világvándorok a nyugatot? Ha érdekelnek a válaszok, akkor ebben az epizódban Köllő Zsolt, azaz Jede, és Nádi Robert alias Ruca mesélnek a keleti útjaikról. Egyikük főleg gyalog, a másikuk motorkerékpáron járja a világot, de mindketten az ismeretlent keresik, és nem rettennek meg a kihívásoktól. Olyan mértékű beszélgetésbe csaptam velük, hogy egy epizód ideje nem is volna elég, hogy minden élményükről beszámoljanak. Úgyhogy ezt a műsort, kedves hallgató, két részben találod a podcasten. Íme az első rész. Extrém motoros, de nem extrém motoros vagyok, én kaland motoros vagyok. Az extrém motoros az, amelyik ott repdesik, csak ezt is megtanulom. Extrém dolgokat csinál. Jó, egy olyan, aki nem motorozik, annak extrém dolog az, amit én csináltam, de ez nem extrém, hanem kaland motoros vagyok. Úgyhogy. Meg egyébként is azt gondolom, hogy nagyon sok az előítélet, meg a... Értsük jól, mondjuk így is, úgy is, negatív és pozitív értelemben is lehet érteni az előítéletét. Akár utazások kapcsán is, elutazol egy-egy olyan országba, ami nem szerepel az utazási irodák ajánlatán, akkor azonnal felkapják a fejüket, hogy hova mész, extrém helyre mész is. Hát nem mész extrém helyre, csak olyan helyre vágysz, ahol nem tolongnak, és Mr. ezt vedd meg last price alapon, érted, ami picit be tud zavarni. Ott nekem részem ilyenbe is, olyanba is. Jól van, szervusztok, akkor így már bele is csapunk akkor a műsorba. Rendben, szia. Jede és Ruca. Benneteket lehet, hogy az igazi neveteket kevésbé ismerik, mint a beceneveiteket. Honnan jöttek nektek a beceneveitek? Ruca, téged kérdezem először. Hát egyszer másodikos volt, amikor már elneveztek a suliba, még a istenítős apám is Rucának szólított, és ha valaki lenne Robinak szólít, akkor furcsán nézek, hogy baj, rólam az, hogy... Én már megszoktam, mert Ruca vagyok, és az ilyen. De honnan jött? Mit a másodikosok voltunk, és mindenkit elneveztünk, Libicejét, Nyuszinak, és a másikot Cubinak, és én valamitől Ruca lettem. Volt egy simléderes sapkán, beúzták a fejembe, és akkor lett egy a Ruca csőröm, és akkor hajtottam meg, de mivel én voltam a legvékonyabb, és a legkisebb egyeset tudtam megverni, de mindig futtam utána, és kergetőztünk, és akkor emiatt lettem én Ruca, de úgy rám ragadt, hogy már nem is. Sőt, rendesen szinte rosszul esik, ha valaki Robinak nevez. Nem esik rosszul, csak furcsa. Neked hogy honnan jött a Jede? Nekem a bátyámtól örököltem. A Csillagok háborújából. Erre akartam kérdezni, hogy a Jedihez köze van? Igen, 86-ban mutatták be itt nálunk. Most se tudom, hogy ez hogy jutott el egy ilyen film az akkori rendszerbe, az itteni mozikba, de lényegben, hogy 86-ban bemutatták, és akkor bátyám, én is persze vele együtt a moziba elmentünk több alkalommal is, de bátyám volt az, aki nagyon szépen rajzolt, és akkor onnantól minden füzet borítóra felrajzolta a különböző filmben szereplő a karaktereket pontosan, és akkor a barátai nevezték el a Jedének, és nekem még rámagaraszották a kicsi Jedét. És ez így ment egy talán a 90-es évekig, aztán bátyám katonaság és házasság úgy a haveri körökből úgymond az úgy lemorzsolódott. Lekopott a neve. Lekopott a neve pontosan, és akkor onnantól kezdve az én barátaim meghallották a bátyám barátaitól, hogy Jede, és akkor ők is elkezdtek Jedének hívni. Úgyhogy gyakorlatilag így 86-87 óta ez így szólítnak, és valóban az van, hogy hát a Zsoltra, vagy Köllő Zsoltként kereshetnél a városba, vagy kereshetnének a városba, nem valószínűleg megtalálnak. Jedeként pillanatok alatt valószínűleg. Ez azért is jó, mert amikor itt akartam elindítani a műsort, akkor Rucát megkérdeztem, hogy Jedét kéne meghívni, és mondom, hogy jó, de hogy hívják? És azt mondja, nem tudom, hát úgy hívják, hogy Jede. Igen. Ti ilyen világjárók vagytok, e téma kapcsán is akartam veletek beszélgetni. Mikortól indult el bennetek egy ilyen vágy a világjárás iránt, és miért?
Hát imád, nem tudom, biztos, hogy is nagyon imád utazni, én is imádok, én nekem még van plusz a motorozás, és soha nem felejtem el, hogy úgy 20 éves lehettem, és valamelyik travel adón, travel channel vagy valamelyik adón, volt egy fickó, Nick Sandersnek hívták, nagyon sok adását megnéztem, és az is egy nagy világjáró utazó volt, motorra ment, és aztán ott Afrikától elkezdett, Dél-Amerikát, a keletet, ami nagyon mozott akkor engem, nekem akkor még egy álom volt, még nem ismertem az álmaim közé besorolni, akkor láttam, és azt mondtam, hogy egyszer az életben én is el akarok menni egy olyan helyre, ahol kell vigyek egy rendgumit, mert olyan helyen leszek, hogy ott nem kapok, és egy nagy utat akarok csinálni. És akkor aznak eltelt legalább 10-15 év, mire az megszületett az egész, meg is tudtuk csinálni. De hogy szerintem engem nagyon befolyásolt az egész film, amit néztem attól a Nick Sanders-től. Mai napig létezik az a fickó. Nemrég láttam még egy adást vele, ilyen új motorokat adnak neki, hogy tesztel is ott kújtorog a világba, de hogy szenzációs a figura. Megszületett a gyereke, csónakos motorral, mert vitte az asszonyt, hogy ilyen pár hónapos gyereke, tehát az a gyerek az nem számít, akkor ott a pont úgy lehet menni járni a világot, és úgy akkor azt éreztem, hogy én is ezt egyszer akarom csinálni, és az önmagán dolog. Nem beszélve arról, hogy hát a világ annyi csoda dolog van, annyi szép dolog van, hogy... De te már azelőtt azért motoroztál? Hát motoroztam, persze, csak addig még az ilyen Európában itt kújtorogtunk, és azt hittük, hogy jaj, be vagás, jaj, be szép, hát akkor ugye, mit tudom, 90-es évek elén az tényleg nagy dolog volt, szép volt. De aztán az idő, hogy eltelik, akkor az ember minél többet megy, akkor rájön, legalábbis én is így vagyok, szerintem Jede is, hogy kelet, a vadhelyes. Úgy, mikor kérdezték, hogy miért megyek Mongóliában, ott nincsen semmi. Hát na azért, mert nincsen semmi. Nincs McDonald's, nincsen service, nincsen semmi. És akkor hogy az olyan, a maga vadságában mégis szelíd. Mert hogy nagyon szelídek az emberek, nagyon barátságos az emberek, de az amúgy jó kihívások ezek, amit meg kell csinálni. Neked, Zsede, hogy indult? Nem volt nekem ilyen Rucához hasonló indítatásom. 2003-ban utaztam el a barátnőmmel, azóta már feleségem, Egyiptomba. Ez egy ilyen nyaralás és kulturális körút volt egybekötve, ami azt jelenti, hogy egy hét nyaralás a Vöröstengeren, és egy hét kulturális látnivalók, Kairótól úgy lépésről lépésre délfele a Nílus völgyén. És ott történt Kairóba, hogy úgy valami megmozdult. Valami megváltozott. Csomó kérdés vetődött fel bennem, az élet értelme, az élet célja, saját magammal kapcsolatos kérdések vetődtek fel. Lényeg az, hogy úgy éreztem, hogy már Egyiptomból nem csak egy általános turistaként jöttem haza, hanem valami több. Nem igazán tudtam megfogalmazni, de lényeg, hogy olyan érdeklődést váltott ki bennem, hogy azt mondtam, hogy ezt így tovább kell csinálni, mert itt valami van. Azelőtt persze, ez 28 éves koromban történt, és azelőtt éltem én is a magam életét, másolva másokat, másolva engemet, mások, stb. Tehát ilyen értem ez alatt, hogy diszkó, italozások, bározások, éjszakázások, lányok, stb. De ez... És ezzel az utazással kapcsolatban itt Egyiptomban, itt valami olyan dolgok történtek nálam, ami gyakorlatilag hazajöttem és kiszálltam az éjszakai életből, a nagy piálásokból, és belevetettem magamot az utazással kapcsolatos internetes és nyomtatott írásokba, könyvekbe. Nagyon sokat kezdtem olvasni a témába, vágókönyveket, és hát... Türelmetlenül vártam, hogy mikor lehetne a következőt megvalósítani. Ennek természetesen anyagi akadályai voltak, de nagyon célirányosan és céltudatosan spórolgatva tervezgettem folyamatosan az útjaimat. Ez jó, hogy mondod, hogy spórolgatva, mert ez azt hiszem mind a kettőtöknél közös, mert ugye ezekre az utakra nem lehet csak úgy egy üres zsebbe leszaladni, akármennyire mondjuk low budget a történet. Truca, neked is volt egy olyan történetet, hogy cigipénzből mentél, tehát félretetted azt a cigipénzt, amit amúgy sem szívtál el. Történet az onnan indul, Isten nyitott a sztori barátunkat, próbáltam elcsinálni, gyere, na most menjünk el, úgy benne volt benne élet, és szeretett van egy ilyet csinálni, és ő cigizett.
És akkor én vettem személyesen neki egy lopót, csak akkor ne te is gyűjtsed, én is gyűjtsed. Mondtam, hogy ha 5 évig kell gyűjtsük a pénzt, akkor 5 évig gyűjtsük, de hogy menjünk el, csináljuk meg. És az a Mongólia nagyon pedzette a fantáziám, hogy sőt, elmentem még Jedinek az előadására, és mert előttem volt Mongóliába, oda repültetek, ha jól emlékszem, és akkor ott csináltak egy kirándulás, volt egy előadás valahol, már nem tudom. Itt a kultúrházban. Nem, ott fent ott a lekés gyűlésetek volt, minden lényegtelen. És akkor még ott Jedét is gyomroztam, hogy meséljen még, és ott még hamar ezt, néhány információt készítem belőle. És Stonyt mind győzködtem, és akkor azt mondtam, hogy amennyi bekerül, mert ő cigizes. Tedd le azt a rohadt cigit, no, de nem teszi le. Na mindegy, de akkor bár az árat tedd le. És akkor gyűjtögette, de hát folyamatosan hozzanyúlt, ő nem tudta. És akkor azt mondta, hogy nem lehet, azt úgy sem lehet megcsinálni, és tesszük, nem tudod megcsinálni. És mondtam, dehogy nem, már miért ne tudnám megcsinálni. Gyűjtöttem, volt egy naptár. Mindig x-eltem a napot, mikor betettem, ha véletlenül gyengén álltam, nem tudtam, akkor elmaradtam utána, vagy bepótoltam, de sose nyúltam hozzá, nem nyúltam ahhoz a pénzhez. Ha anyagilag problémám volt, inkább kértem kölcsön, azt megadtam, de ez úgyse nyúltam. És akkor 2,5 éven át annyit kigyűjtöttem, hogy több mint fele meg volt az útnak, és akkor a másik felét azt már előszedtem, mert látmusztanírom, már nem volt mit várni. Innen jött, tehát én nem cigiztem, csak hogy innen jött az egész, hogy cigi pénzből Mongóliába. Én ezért is mondtam, hogy abból a cigi pénzből, amit amúgy sem cigiztem. Amúgy sem cigiztem, csak úgy. Te Ekéznél is dolgozol, az Eke az Erdély Kárpát Egyesületben is dolgozol, vagy besegítesz, nem tudom, hogy ez neked munkád is, vagy ez csak egy ilyen mellékesed? Hát úgy hiszem, hogy mindnyájan vissza kell adjunk valamit a közösségnek ott, ahol élünk ki, ahol tud, ahogy tud. És én a Gyergyői Ekét, vagy általánosan az Ekét tekintem erre egy kiváló alkalomnak számomra. Önkéntes munkát végzek, ami arról szól, látom, hogy túrákat vezetsz meg. Hétről hétre, mikor hogy időjárás függvénye is természetesen, és maga a szabadidő tényezője is, de lassan 2008 óta, 2009 óta, hogy túrákat szervezek, vezetek. Voltak külföldi túrák is, igaz, hogy az kevés, de többnyire belföldi és a magashegyi túrák, ami az én reszortom, hogyha így lehet mondani. Leosztottuk az Ekén belül, hogy ki az, hogy kategóriák legyenek, hogy ki melyik túrákért felelős vagy szervezi azokat a túrákat. A hegy, az nagyon összekapcsol benneteket, mert ugye azt mondod, hogy magas hegyi túrák, Rucze, te meg voltál hegyi mentő is konkrétan. Tehát, hogy nektek az, hogy menni, vagy valami újat megismerni, az már eleve a hegyekből indult. Tehát ugye Gyergyóban nem tudjuk tagadni, hogy nem sokat gyalogoltatok síkon. Persze, tehát azért, ha kinézünk, legalábbis én, ha kinézek egy célpontot, az biztos, hogy nem a síkvidéken lesz, hanem valahol a hegyek között. Tehát most 2 évvel ezelőtt, mikor felmentünk a Pamirba, akkor ilyen 4600 méteren motoroztunk, ami jó nagy fejfájása jár, meg stb., de az is a hegyekről kellett szóljon. Tehát Tadzsikisztán, Kirgisztán, Üzbekisztán, Türkmenisztán, ez igen furcsa hangzanak ezek az ország, de hogy gyönyörű, imádom, nincs aszfalt, nincs semmi, na azért jó, azért kell oda menni, van érintetlen tájak, hegyek, nincsenek erdők, és attól szép nekünk. Persze az ott lakóknak nem annyira szép, jó, mert a fa az kincs, de hogy mi, mint európai emberek oda meg, hát én imádom, de ezt nem adnám semmi. Gyönyörű, gyönyörű. A hegy az mindenki. Benne kell legyen egy kirándulásba. De te az egyiptomi, mert ugye én úgy érzem, hogy az neked egy vízválasztó volt az egyiptomi utad, te azelőtt is ilyen túrázós voltál? Tehát ilyen hegyen túrázós? Nem. Nem. Pontosan, nem. Hogy az egyiptomból hazajövet, az Egyiptomban történtek következtében kezdtem el túrázni, és mivel az egykori ivócimborákból senki nem érdeklődött a természet vagy a hegyek iránt, így keresve a lehetőséget, hogy hová tudok becsatlakozni, így jött be az említett Erdélyi Kárpát Egyesületnek a Gyergyó osztálya, és akkor ott találtam meg azokat az embereket, akikkel. De ez úgy történt, hogy visszajöttél mondjuk Egyiptom után, és akkor azt mondtad, hogy itt van egy csomó minden, és akkor miért nem mennék itt is a környéken, vagy akár nem tudom. Így tehát hogy indult ez? Így van. Pont így szó szerint. Tehát én, ha megállunk mondjuk a város egy olyan pontján, ahol a környező hegyek, dombok látszanak, hát én egynek se tudtam volna megmondani a nevit abba az időbe. Aha. Ma már természetesen többnyire tudom a magasabbakot, a minden dűlőnek nem, de azért a legtöbben már jártam többször is. És hát azóta
rengeteget róttam a Erdély hegyeit, szurdokait, völgyeit, és továbbra is szeretném járni ezeknek a... Te ezt sportnak bécei. Tekinted? Ne. Nem, tulajdonképpen az van, hogy a természet az valami több, mint pusztán fák és sziklák és füvek és állatok. Hiszen gondoljunk bele, hogy hogy van az, hogy elmész a hegyre, gyalogolsz 8-10-12 kilométert, amennyit annyit, ezt 6-8 óra alatt legyalogolod, fizikailag elfáradtál a gyaloglásba, de ugyanakkor érzel egy nagyon nagy feltöltődést lelki-szellemi szinten. Tehát itt, ha ezt milyen belegondolunk, akkor ebben egy ellentmondás van. Hogy lehet úgy feltöltődni, hogy közben fizikai tevékenységet végzel? Vagy mondjak egy másik példát, hogy hogy van az, hogyha nyugtalan vagy, a bármi okból kifolyólag, és kimész egy erdőbe sétálni, akkor ott nem sokára azért megnyugszol. Tehát én úgy vélem, hogy amikor kimegyünk a természetbe, legyen ez egy erdő, vagy egy hegy, vagy bárhol, akkor nem távolodunk az otthonunktól, hanem inkább önmagunkhoz közelebb kerülünk. Ez a nyugtat vagy nem nyugtat, ezt én is el tudom mondani, hogyha felbosszannak egész nap a munkába, vagy olyan napon van, amilyen van, ha felületek a motoros húzok egy kövérgázt, akkor biztosan megnyugszom. Annál jobb nyugtató nekem sincs. Mind a ketten mondtátok azt, hogy nagyon vonzott a kelet. Tehát, hogy nagyon vonzó számotokra a kelet. Biztos vagyok benne, hogy hosszú ideig tartana, elmondanátok, hogy hol jártatok eddig a világon, de úgy emeljétek ki a fontosabb pontokat, hogy melyek voltak azok a helyek, amelyek meghatározóak voltak a túráitokban. Kelet. Valóban én Nyugat-Európában nem nagyon voltam, csak ilyen repülőtéri átszállások kapcsán, illetve hoki. Még a hoki, amit nagyon szeretek, és egy-két jelentősebb hoki eseményre még kimentem Nyugat-Európába egy-két napra, de mondjam úgy, hogy kirándulóként nem voltam Nyugat-Európába, nem is vonzott igazából. Illetve volt egy olyan elméletem, hogy a közel-kelet, távol-kelet, oda egy kicsit gyűrődésesebbek azok az utak, jobban kell bírni a gyűrődést, mert nincs az az utazási infrastruktúra, mint akár Nyugat-Európában, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor először keletet nézzük meg, aztán majd meglátjuk, hogyha mit tudom én, egy közel nyugdíjas koromban, ha majd tényleg nyugatra is akarok menni, akkor oda már kényelmesen lehet bármi. Hát az ember itt akár föl egy vonatra repül, bármire, akkor könnyedén Nyugat-Európába találja magát, Közép- vagy Nyugat-Európába. Viszonylag könnyebb ezeket az utakot teljesíteni. Keleten ott sokkal macerásabb. Tehát ott ugye egyrészt a nyelv ismerete, vagy nem ismerete, nincsenek menetrendszerinti járok, buszok, a közlekedés, tehát ott általában akkor indul el egy busz, hogyha megtelt. Sokszor. De hol jártál? Jippekkel. Hol voltál keleten akkor? Tehát mik a legemlékezetesebbek számodra? Nem tudnék így konkrétan kiemelni. Hát Szíria és Irán voltak a legkiemelkedőbbek a közel-keleten. Leginkább azért, mert ezek azok az országok, ahol nincs turizmus, nincs tömegturizmus helyesebben. A tömegturizmusnak a hozadékaként romlanak el a helyiek, így fogalmaznám meg a leginkább. Elromlás alatt azt értem, hogy amikor ott loholnak a nyakadba, hogy vegyél meg mit tudom milyen szuvenírt, vagy gyere be ebbe a boltba, gyere be abba a boltba, és akkor megjelenik az is óhatatlanul, hogy a palackozott víz, ami kerül 2 fillérbe, neked eladják, akarják adni 22 ér, mert éppen nem tudod, hogy mennyi az ára esetleg, vagy éppen nincs közelben egy bolt. Ez mind a tömegturizmusnak a nem várt hozadékai. De nem feltétlenül anyagi szempontból közelítenem még a kérdés, mert ezeket egy kis ráismeréssel, ráézéssel ki lehet szűrni, hanem leginkább az, hogy mennyire tudsz egy adott történelmi helyen nyugodtan szemlélődni, merengeni akár, hogy is lehetett az a jó pár száz vagy ezer évvel ezelőtt ottan éppen üldögélsz. Na most vannak országok, ahol ezt kevésbé tudod megtenni, egyszerűen azért, mert 3 percenként valaki megszólít, hogy vegyél meg tőle valamit. És így nehezebb. Szíria, Irán ilyen szempontból kivétel, és amit még meg tudok említeni, az, hogy az embereknek a kedvessége az valóban neked szól, az embernek, és nem a pénztárcádnak. Tehát nem azért kedvesek veled, mert későbbi vásárlót látnak benned, hanem azért kedvesek, mert
mert ez így jön, ez a természetes állapot. Tényleg az van, rengeteg példát tudnék sorolni, hogy mindjárt belemegyünk ebbe is, hogy milyenek a keletiek. Ruca, neked mik a kiemelt helyszíneid? A 14-es Mongólia, tehát az mindent visz. Tehát attól volt nagy az az út, hogy 22.000 kilométeret motoroztunk, az mi mentünk volna többet, és az nem probléma nekünk, hanem az, hogy elmentünk oda, és vissza is jöttünk motorról. És megcsináltunk egy olyan utat, hogy mindenki nem csinálja meg, de mi sikeresen megcsináltuk, vagyis elmentünk oda és vissza, és két évvel ezelőtt, 19-ben, ha jól számolok, akkor voltunk a Pamir egységben, ami érintette ilyen Tadzsikisztán, Kirgisztán, Üzbekisztán, Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Grúzia, és az még egy ilyen egy jó kihívás volt, és az egy vagány út volt az is. Isten igazából, mikor Mongóliába jöttünk haza, akkor itt kellett volna lejöjjünk ezen a szakaszon, csak akkor nem volt lehetőségünk rá is anyagi fedezetünk, és akkor úgymond rövidítettünk, de én tudtam, hogy oda még egyszer vissza kell menjek, és akkor ezt most így sikerült. Megcsinál egy udvarhelyi fickó, akinek kutya a neve, a Bece neve, úgyhogy kutya az utcával elmegy nyaralni. Te viszont azért jártál nyugaton, sőt északon is. 41 országot. Te hogy vélekedsz nyugatról? Szörnyű, úgyhogy nincs mit beszélni. Például északon az azt tetszett, mit tudom, feljártunk a Nordkapra, Norvégiába, hogy az ilyen, ami nem tranzitország, az rendben van. Például Norvégia nem tranzit, ott vannak a norvégok, és ott kevés turista. És ott lehet haladni, csomó gyönyörű hely van, imádni való szép egyszer, érdemes megnézni, de Közép-Európa, és itt Európa, amikor mensz végig, hát az szörnyű, nem is akarok hallani róla. Ha csak egy mód van életemben, kihagyom, úgyhogy nem. Mit tudom, Görögország is, ha kedvenceim közé tartozik, az sem tranzitország. Tehát ott, mikor Görögországba jössz, mert akkor ott vannak a turisták, és a görögök. De nem tranzit, nem mindenki nem vonul rajta, mint például Magyarországon, vagy mit tudom, német, vagy osztrák, vagy svájc, vagy stb. Uh-huh. 41 országot már sikeresen végigmotoroztam, 30-ig elég gyorsan gyűlt, aztán utána elég nehezen, most már egyre nehezebben, de még remélem, még tudok pára gyűjteni. Keletieket milyennek látjátok? Miben másak, tehát miben különböznek tőlünk európaiaktól, vagy kelet-európaiaktól? Mit tapasztaltatok? Tehát milyen élményeitek vannak keletről? Szerintem itt, ha végignézem az egész keleti országot, nem tudom, hogy valahol valami minimális negatív élményem volt, ez szerintem nem volt. Nagyon kell gondolkozzak, hogy valamire emlékezzek, de nem emlékszem. Tehát annyi pozitív élményben volt részünk, hogy az elmondhatatlan. Tehát mit tudom, Mongóliából jössz, a Csecsenföldön, mindenki fél a csecsenektől, megállsz a benzinkútnál, és nincsen benzined is. Vagyis van benzined, de hogy akarsz tankolni, nincsen pénze, de van kártyád, kártyában nem lehet fizetni, és akkor ödön egy úriember, barátkozik, fotózik, és akkor vesz 10-10 liter benzin nekünk úgy, hogy nem is kérjük. Na Európában ezt biztos, hogy nem fogod sem megtalálni ezeket az embereket. Vagy például tavaly, mikor voltunk a Pamirba, akkor a motorom megsérült, leszakad a hátsó fele. Biztos, hogy kerül valaki, ki jön és segít, egyiknek van hegesztőaparátja, másik tud hegeszteni, harmadik, mit tudom, miben segít, hoz egy darab vasat is, minden. És mindig kerül valaki, aki jön és önzetlenül segít. Van, aki ugye a pénzt is lássa a szemedben, tudja, hogy fizet. Nem kér pénzt, te úgy is adsz, meg hogy ó, imádni, meghív ebédre. Tehát nagyon imádni való ember, nagyon szeretem őket. Ilyen furcsán hangzik sok embernek a fülében ezek az országok, ilyen Tadzsikisztán, jó Isten, normális, hogy mit keresel, de oda el kell menni, és azokat meg kell élni, és a mongoloknál szintén, tehát nincsen semmi, de behív a jurtába, és megkínál valami, azt se tudom mi az, mai napig nem tudom mivel kínált, meg olyan formája volt, mint a házi csokinak, valamilyen préselt sajt lehetett, vagy nem tudom mi volt, de hát olyan rossz volt, hogy majdnem lányta magam, de hogy kamerával kisonfordáltam, és kiköptem, és akkor betettem a zsebembe, persze ne lássák, kiköptem, úgyhogy egy örök rejtély volt, hogy mivel kínáltak, de olyan aranyosan aztán, mint ha legalább almás tésztát hozott volna. Tehát mindenütt, ó, imádni valók azok az emberek. Önzetlenül úgy látszik az a szemébe az önzetlen, hogy ő segít, nem tudja mibe, de ő, ha tud, ő biztos, hogy segít. Uh-huh. És milliót lehet sorolni ilyen történetet, reggelig mesélek. Én hasonlókat tudok mesélni én is, hogy mit tudom, Szíriában stoppolunk mi, és felvesz a
nagykendős arab is közös nyelvhiány mutogatva oda, végül csak megérti, hogy hova akarunk menni, és a helyszínre visz, vagy Azerbajdzsánba, a Kaukázusból túránk végeztével, hegyi túrák végeztével leültünk egy kapuajba, hogy várjuk meg a 2-3 óra esedékes terepjárót, ami majd levisz bennünket a legközelebbi nagyobb településre. És hát a házigazda meglátta a kapuajba, üldögélünk, és kijött, hát, hogy képzeljük ezt befelé oda a házban. Hát itt nem üldögélünk a kapu előtt. Persze, és akkor hát nagyon szerény körülmények között éltek, mindent kipakoltak az asztalra, ételt, italt. És tényleg látszott, hogy nem duskálnak a étel-ital javakba. Ott eltöltöttük a 2 órát, és nagyon gondolkodtam, amikor búcsúztunk el, hogy valami pénzt kéne, hogy valahogy kéne ezt visszaviszonozni. És a pénzt szorongattam a kezembe, és a házigazda meglátta pénzt a kezembe. Hát tekintetéből le volt írva minden. Hogy hát meg, szó szerint megüresteltem magamot, hogy ezt hogy is képzelem el. Kitérnék egy kicsit az iszlám országokra akár, mert hogy ott nagyon erős a családi kötelék. Azért térek ki, hogy kicsit értsük meg jobban, hogy miért van ott úgy, ahogy vannak a dolgok. És mivel nagyon-nagyon erős a családi kötelék, ez azt jelenti, hogy nemhogy második, harmadik unokatestvére, rokonokat is tartnak, számon tartnak. Egyszer egy emberrel beszélgettem, aki azt mondja, hogy nincs olyan probléma az életben, amely családon belül ne lenne megoldás. Bárkinek. Meg probléma. Villanyszerelés, autójavítás, tetőjavítás, cipő, ruha, mindegy, valaki megoldja. Na most, mivel ilyen erős a családi kötelék, innentől kezdve, ha valami huncutságot csinálsz, törvénytelen dolgot, akkor a család taszít ki magából. És ez sokkal-sokkal nagyobb büntetés, mint a törvény, amit rád szab. És innentől ebből kifolyólag óriási nagy a közbiztonság. Tehát ők nem érdekli, hogy a rendőr vagy a törvény milyen. Az sokkal fontosabb, hogy a család mögötte van. És ebből kifolyólag nem hallani ilyen lopásokról, meg elé, nem az, hogy nem fordul elé, mindenhol elé fordul, csak hogy a média ezt kiragadja, amikor hallani ilyenről, és akkor ugye azt hiszük, hogy ez úgy működik. De egyébként, amit még általánosabb utazásokról el lehet mondani, az, hogy helyszínen megtapasztalva köszönő viszonyban nincs az, amit itthonról az emberek, vagy én magam is elképzeltem, hogy milyen. Tehát egy olyan világot építünk, vagy építetnek fel velünk, ami nincs a valósága köszönő viszonyban. Tehát elmész a helyszínre, akár, hogy mondtam, Közel-Kelet, ott fordultam meg a legtöbbet, és hát nincs. Nekem én 2005-ben voltam először Szíriába, majd 2007-ben szintén először Iránba, azért mondom, először még visszamentem később, és hát akkor is itt tehát mindent, a terrorizmus, és így kivégeznek, és ez lesz, és az lesz, és meg kell, hogy mondjam, hogy olyan élményekben volt részem, hogy hihetetlen, hihetetlen mélységű és minőségű élmények. Tehát nem, nincs ez a negatív dolgok, amit Rucza is említ. Nem tudnék én sem említeni. Ugye ezeknél az utazásoknál, amikben részletek van, pláne Keleten, gondolom, hogy azért nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, de hogy a nyelvi probléma, az mi, vagy nem tudom, mennyire beszéltek bármilyen keleti nyelvet, tehát hogy tudtok kommunikálni mondjuk, mert gondolom, hogy azért ők se beszélnek mindenhol angolt, vagy különböző nyelveket, pláne mondjuk nem németet, vagy hasonlókat, amiket mondjuk itt tudhatnánk, de hogy működik a kommunikációtok kint? Nem szoktam megoldani, hogy általában kivel meg, azt tud angolul, és amúgy angolul elég jól lehet haladni. Igen? Igen, meglepően jó. Mongóliában ott nem feltétlenül, vagy Kazasztánnak az északi részében, ott végigmentünk, ott sem feltétlenül, ott nem. De délen, meg Tadzsikisztán, Kirgisztán, ezekben az országban hát hihetetlen, tehát bementünk egy falu, nem is falu, mert ezek ilyen tanyák, mert nem úgy vannak, mint nálunk a falvak, hanem ilyen kis ilyen, mit tudom, 30 ilyen kis házikó, és ott persze kerül egy mecset, meg egy kicsi vegyesbolt, és ha bemegyünk ott, a mama, ha nem tud angolul, az egyértelmű, de hogy valaki fog érkezni 2 perc, és az fog tudni angolul, az biztos. Uh-huh. Úgyhogy az angolon nagyon lehet haladni, ott, ahol meg nem, hát az szenzációsan működik, minden a kézzel mutogatsz, meg beenged a pulton belül, meg ez abszolút nem akadály az, hogy most tudod a nyelvet, vagy nem tudod a nyelvet. Az, ha tudod, ne talán el, vagy hogy persze angolul haladsz, akkor az egy plusz, de az nem probléma, hogy most te nem tudod a tadzsik nyelvet, vagy mit. Simán lehet haladni mindenütt, vagy legalábbis nekem így. Igen, a leleményesség az
az használatosabb sok országban, mint maga a nyelvtudás. Nekem volt egy olyan élményem, 2009-ben mentünk el egy kaukázusi útra, 34 nap, Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország és Kelet-Törökország. 34 nap alatt kétszer beszélgettem angolul. Középszinten beszélek angolul. Kétszer beszélgettem mindössze. Most, hogyha ezt előzetesen tudtam volna, lehet, hogy el sem megyek a... De más nyelvet beszélsz az angolon kívül? Tehát, nem. Hogy nem? Aha. Nem. Tehát mutogatás. Te is kézzel, lábbal mutogattál. Mutogatás, uh-huh. Pontosan. És hihetetlen, de nagyon, nagyon aprólékosan sok mindent meg lehet értetni. Ciri, ugye, és a másik az, hogy ciril írásról lévén szó. Jön a busz, azt se tudod, hogy most hát ez a te buszod-e. Egyszerű, fogod a jegyedet, mutatod a helyet melletted álló embernek a jegyedet, és mutatsz a buszra. És inti, hogy nem. Jó, rendben, mennyi. Következő busz jön, megint inted a jegyedet, megint inted a buszra. Addig, amíg jön egy ember, hogy ez a te buszod. Tehát hívja, vannak ilyenek. Vagy még ez nem a kaukázis országban, de történt olyan, hogy ha nagyon valakivel le kéne kommunikálni valamit, mondjuk egy fuvar, egy helyi fuvarozóval, amikor fel kéne menni egy hegyen valameddig, és onnan majd kezdődne egy gyalogtúra, és akkor ilyen helyekre tömegközlekedés nincs, és akkor egyezkedsz a taxissal, vagy próbálsz egyezkedni, de nincs neki, nem tud angolul, akkor rögtön valakit fel fog hívni telefonon, aki tud angolul. És akkor így a telefonon keresztül, hármasba lebeszéljük, hogy én mit akarok, meg ő mennyit kér, és akkor így kialkudva, és megegyezünk. Hát vannak ilyen. A másik, amíg még a kérdésed volt, így felmerült bennem az imént, hogy a különbség nyugati és kelet között. Egyszerűen az van, hogy ott ráérnek. Ugye Ruca is mondja, megállnak az út mellette is segítenek akár javítani, vagy ráérnek az emberek, nem rohannak ennyire. És még például, ami nagyon jó szokásnak vélek a közel-keleten, hogy bemész a boltba dolgozni, éltem is Kurdisztánban egyébként egy időszakot, és bemész, hogy a boltba, hogy intézd el az ügyes-bajos dolgaidot, akár ilyen karbantartási dolgokra értek, nem az, hogy egy cipőt venni mentél be magadnak, ahol ipari üzletről beszélgetve, és a legtöbb helyen az a szokás, hogy jó, jöttél, ülj le, kitöltik a teját, honnan jöttél, hova való vagy, mit csinálsz, családod van-e, gyermeked van-e, és mikor a teját megittátok, akkor na mi jöttél? Így tevődik fel. Ráérnek. Uh-huh. És ez a ráérés valahogy az egész légkört áthatja. Nincs ez a nagy rohangálás, tudálás, intézkedés, telefonálás, hadonászás. Olyan nyugodtabb. Persze vannak ott is azért kivételek, mert az, amit látok, hogy a legtöbb helyen ők is nyugat felé akarnak orientálódni, fejlődni. Fiatalok farmernadrágba, akár itt Mongóliát említeném, hogy a gazda hív be egyik alkalommal nagy boldogan a jurtájába, hogy nézzem meg a csodát. Nézem a csodát, hát egy akkumulátorról és napelemről működő szatellitrendszer, egy fehér-fekete kis orosz tévé, nagyon havazósan megy egy orosz adás, ahol értelemszerűen mennek a reklámok, és hát akkor nem csodálkozunk, hogy a fiatal mongol gyerek többet nem akarja kergetni a kecskéket vagy a lovakat, akar menni Oroszországba dzsippet venni, farmernadrágot, pumacipőt sorolhatnám. És ez a jelenség, ez úgy nagyjából jelen van a közel-kelettől a távol-keletig mindenhol fellelhető. Jártatok problémás országban? Tehát amelyikre azt mondjátok, hogy fú, talán az volt a legrosszabb. De azt, hogy mit értesz, hogy problémás alatt? Hát úgy nyelvileg, úgy helyszínileg, úgy emberek szempontjából, vagy rossz emléketek van onnan valami miatt. Tehát, hogy jártatok ilyen helyen? Ez a rossz emlékek, ez attól függ, hogy ki mit, hogy él meg. Mert például az is problém, hogy állsz a dolgok mellé. Bürokratikusabb ország. Igen, hát az oroszokhoz, ha bemensz, akkor rá kell szállnál egy fél napot, mint bejutsz, meg kitöltesz kicsi papírt, aztán nagyot, és akkor még nagyobb, bacs, nem tudsz angolul, és akkor Sztonival Istenítő, és a ketten ott simán 30 dollárban úgy is megoldott, és úgy is bementünk, meg blablabla, bla, bla, de hogyha hisz is vagy nyűgös, vagy nem számolod bele ezeket, akkor egy hisz is érkezel be egy országba, vagy mit tudom,
Türkmenisztánban, ha nem tévedek, ott mentünk be úgy, hogy ott tényleg egy fél napot rá kellett szálljunk, kitöltöttünk ki tudja hány ezer papírt, meg hány aláírás, meg hány pecsét, meg stb. És a motorokat ebben szét nem szedték, csomagot darabokra szétszednek mindent, és még a benzin tartályba is belenéznek kamerába, hogy nem elviszel valamit, ott Isten őriz, elkapjanak valami maraságon, mert azt nem úszod meg. Tehát az úgy akkor egy kicsit ilyen problémának is lehetne nevezni, de hát az egy ilyen ország, te mensz oda, az a rendszer. Tehát azt ugye kell fogadni, a fél napod rámegy, rászánod, és kés, utána jössz, akkor megnézed azt, amiért bementél abba az országba, és ezt nem tartott problémának. De amúgy nem. Tehát én a 41 országból biztos egyesebb állnak, amikbe elmentem, és visszajöttem. Tehát, hogy nem, sőt. Tehát nincs rossz emléked egyikről sem. Nincs. Hát akkor úgy perkben, hogy kicsit zsembelsz, hogy zsummogsz, hogy akkor most a fél napod ráment, de nem, hát ez evel járt. Nem hívtak, te mentél oda, azt el kell fogadni, el kell, és nem kell hülyén megélni, hát az egy ilyen rendszer. Én is magam is ezt tartottam mindig szem előtt, hogy egyrészt nem ők hívtak oda, te döntöttél úgy, hogy oda mész, akkor innentől kezdve próbáltam felkészülni a helyi szokásokból, helyi kultúrából, a vallási szokásokból is, hogy azért túl nagy butaságot ne kövessek el. Az utazásaimat azt általában úgy állítottam össze a programot, hogy legyen benne természeti, kulturális látnivalók is, ami érinti természetesen a vallási helyeket is, nagyon sok vallásnak a szent helyei megfordultam, és akkor ilyenkor az ember dilémában van, hogy mit lehet, mit nem szabad, lehet, mit szabad, mit nem szabad, de azt látom azért, hogy, vagy láttam, hogy toleránsak. Tehát akkor is, hogyha nem követte, te butaságot követtél el, azt úgy egy mosolyjal úgy le tudják, tehát nem... Vagy diszkréten rátszolnak. Nincs ilyen jellegű problémák. Tehát ez egy fontos szempont, úgy gondolom, hogy ezekből készülj fel, sőt, én még azt is szoktam, hogy egy-két szavat megtanulok az adott ország nyelvén. Első köszönöm, a hogy fontosokat. Pontosan, mert az is már egy pluszt. Hogy indítasz a helyivel? Ha helyi nyelven köszöntöd, már egy jó lépés előrébb vagy, úgy vélem. Illetve ha megköszönöd helyi nyelven, a civilizációnak a nagykövete vagy, a szeretet és civilizációnak a nagykövete vagy, az emberiségnek a nagykövete vagy, mert ránézi, azt mondja, hogy nyugati vagy, amelyikor nem tudja melyik országban, vagy számára nyugati vagy. És fontos, hogy... Fontos nekik az, hogy te honnan jössz? Igen. Tehát, hogy így megkérdezték, hogy akkor te igen, honnan, ja, és miért ide? Tehát, persze, hogy ez akkor elmondod, és próbálj beazonosítani, és látod a szemű, hogy nem feltétlenül megy az neki. Te ismerik keleten Romániát, mondjuk? Hát, hogy... Közel-keleten nagyon. Közel-keleten? Igen? Igen. Tényleg? Igen. A Ceausescu igen jó baráti viszonyt ápolt a Közel-Kelet. Sokszor bulisztak együtt, maradjunk így. A sok Közel-Keleti, meg a sok Közel-Keleti orvostanoncok. Persze, egyetemi kapcsolatok, és azon kívül most tudtam, hogy Szíriába, ott tudtam meg, hogy utakot csináltak a románok, aszfaltutakot, meg hasonlókot. Tehát ebbe az országba élve nem kiabáljuk nagy dobbal, hogy románok vagyunk, vagy román állampolgárok vagyunk, de a Közel-Keleten ott... Igen, nagy barátsággal fogadják azt, hogy román vagy, és azt is tapasztaltam, hogy bizonyos országokban sokkal nagyobb előnyt élvez a román állampolgárként, mint bármelyik más. Tehát voltak olyan konkrét esetek, amikor a nyugati repülőről leszállva a nyugati turisták mentek vízumot bonyolítani, meg kérdőíveket töltögetni ki, és románként mi csak átsétáltunk az előző ponton. Ez milyen érdekes, meg nyugaton ez pont fordítva van. Így van. És akkor mondom, hát igen, most van ilyen is. Tehát nyugaton az ember inkább azt mondja, hogy én inkább magyar vagyok. Igen. Mint hogy igen. Azt mondja, hogy ő román. Tadzsikisztánban volt egy ilyen röviden jó történetünk, hogy útlevél, és én magyar útlevéllel mentem, mert nekem magyar, az még érvényes volt, a román az le volt járva, de a jogosítványom, a személy, minden az természetesen román volt. És a határoknál nem volt probléma. Egy helyen, amikor felmentünk a hegyekbe, 4200-on volt a határ, és ott én nem tudtam értetni meg, hogy én Romániából vagyok. És hiába, vagy hogy Magyarország magyar vagyok, úgymond, mert magyar útlevéllel voltam, és mi Hungary, és akárhogy mondtuk, az Istennek nem tudtuk, és adtak egy ilyen kicsi könyvet, és ki kellett keresem, hogy a francban mondják, és végül Vengria.
Úgy kell, jól mondom-e valami? Igen, de az igen. Már rosszul van. Igen, Vengria, úgy kaptam meg, és úgy tudtam, hogy ez az, mert alatt írta, hogy Budapest. Aha. És akkor aztán így kiderült, hogy Vengria, és ez meg úgy kell mondani kellettem. Mert mi mondhatod, hogy Hungarian és Magyarország, mert az úgy nem, az nem jött, nem jött össze. És amikor bementünk, átmentem én a határon, akkor nekem nem kellett oda a vízum, mert magyar útlevéllel voltam, de a havernek kellett, mert a román útlevéllel volt, neki volt, de elektronikus vízumja volt, és átengedtek. És a következő határ, amikor vissza akartunk jönni, nekem mondták, hogy welcome Kirgisztán, akkor mentünk vissza Kirgisztánba, remélem jól mondom az országokat. És a havert nem engedték át, mert az elektronikus vízumot ott nem tudták leellenőrizni, mert az csak egy ilyen kicsi határ volt. És akkor én átmentem, és végre egy helyen, ahol előnyben részesülök, hogy akkor nekem nincsen problémám, vissza kellett fordulni, és 400 kilométert vissza motoroztunk azon a határon, menjünk vissza, ahol bejöttünk abba az országba. Úgyhogy van mikor előny az ember. Még egyébként a Hágyi. Igen, a Hágyi neve is. Az közel keleten a Hágyit, azt a Románia, akkor Hágyi. De ha tovább megyünk kelet felé, de mi van a Draculával, meg a Forest-tel, meg a Fenyőerdőkkel? Az csak nyugat. Csak nyugat. Az csak nyugat, annak a Bram Stoker-féle könyvnek köszönhetően az csak nyugat. Keleten az nincs meg, Hágyi van meg Ceausescu. Távol keleten meg nincs. Egyáltalán ott már nincs az, hogy Románia, Magyarország, sem nem tudják sem. Nem. Ott volt voltatok olyan helyzetben, hogy azt kellett megmagyaráznotok, hogy ti bár Romániából jöztök, de ti amúgy magyarok vagytok, és hogy mondjuk ezt megértették, vagy nem? Komplikált. Néhányszor neki futamodtam én ennek, nem igazán értik. Sőt, még mondok egy másikot. Együtt dolgoztam britekkel, és még ők maguk se tudták. Náluk írek, meg skótok, meg mindenféle van az országon belül. De ezt így nem nagyon tudták lekövetni, hogy akkor hogy Romániában élsz és magyar vagy. Akkor mi egy kicsit Trianonra is ki kellett érjünk. De akkor nem is próbáljátok ezt magyarázni? Tehát, hogy ezt inkább el is engeditek? Örvendesz, hogyha az országodban azon is csinálom, azon ja. Belül. Nem, én tulajdonképpen úgy vagyok, én azt alkalmaztam, hogy hivatali személyeknél román, uh-huh. És minden máshol magyar uh-huh. vagyok. Értem. Én ezt így alkalmaztam ebbe a formába. Uh-huh. Neked, Jede, volt egy túrád a Köncsenzönga, jól mondom? Nem tudom, igen. Pontosan jól ejtem-e. Ti oda egy emléktáblát vittetek fel, ugye az Erős Zsolt emléktábláját. Ez neked milyen élmény volt? Tehát ez egy harmadik legmagasabb csúcs, ugye? De nem, a csúcsot nem jártuk. Tehát a csúcsig nem mentetek nem, fel? Nem. Nem vagyunk. Én személy magam nevében beszélek, nem a társam nevében. Nem vagyok én annyira képzett, hogy mondjam így, hogy ilyen 8000-es Himalája csúcsokra menjek. Mennyi méterig mentetek, majd jutottatok? Hát most ott vagy úgy általánosan? Ott. 4600-800. Alaptábor. És mi az a magasabb, ahol eddig jártál? Az a Kilimandzsáró. Tehát ott csúcsig? Igen. Uh-huh. Ott az 6000 méter. Szűk, majdnem 6000. 5900 valahány méter. És oda nem kellett akkor a képzettség? Vagy hogy... Nem. Uh-huh. Nem. Tehát ide már viszonylag komolyabb, nem hogy viszonylag, komoly alpinista ismeretek kellenek. Még a másik az, hogy nincs is, én nem is éreztem soha, hogy hívják ott ambíciót. Ki? Erre, hogy 8000-eseket kezdek. Az egy más kategória. Ott 6 hetet a hegyen vagy, amiből 4 hetet akklimatizációval töltesz, és nagyon-nagyon kemény fizikai, vagy kitéve. Az állapot kell. Aha. Persze, ugye 5000 fölött tapasztaltam már, 5000 fölött voltam jó, néhányszor. Nagyon-nagyon lecsökken az oxigén minőség, az oxigén mennyisége a levegőben, és gyakorlatilag elejtesz a kezedből valamit, és gyorsan lehajolsz érte megszokásból, tehát le kell üljél. A pulzusod úgy fel fog ugrani, csak ettől a mozdulattól, hogy lehajoltál azért, hogy vegyél fel valamit. Nagyon le kell lassuljál, amíg a szervezet hozzászok ez az oxigén hiányhoz. Tehát megemelem a kalapon minden 8000-es mászó előtt, nekem nem voltak ilyen jellegi ambícióim. Nyilvánvalóan, ha lettek volna, akkor nekifogtam volna én is. Mert kialakítottam magamnak egy rendszer, hogy tudok utazni, mi módon. Ugye én is létrehoztam egy utazási alapot, úgy hívtam, oda mindig rakocsáltam félre a pénzeket, és úgy tekintettem arra, mintha nem is létezne. Uh-huh. Bármi, hogy is hozta az élet, az anyagi helyzetet, nem nyúltam hozzá egyszerűen. Hogy nem az, hogy már hozanyos, majd visszateszem, nem nyúlok hozzá. És megtanultam alárendelni a céljaimnak
a dolgokat. És prioritási listát állítottam fel. Tehát volt, aki tőlem megkérdezte évekkel ezelőtt, hogy te hogy utazol annyit, miből utazol annyit. Mondom neki, hát nézzünk ki az ablakon, milyen autód van, ilyen meg olyan. Mennyit ér? 7000 euró. Rendben. Nekem van egy 1000 eurós kocsi. Add el, vigy 1000 eurós kocsit, 6000-ből kívánod. Hát, hogy képzeled? Hát akkor ne kérdezz tőlem, hogy tehát egyszerű a történet. Prioritások az életbe. Mi a prioritás neked? Kocsik, akkor arra áldozol. Nekem az utazás volt, én erre áldoztam. Sem egyébek nem érdekeltek. Ruca, te milyen magasságon voltál a legmagasabban? Hát a Materon másztam meg még hegyi mentőkoromban. Az 4006 volt, 4005-6, jól mondom, segíts ki. És motorral voltam ugyanúgy 4006-on a Pamiron. Kaptunk is egy olyan fejfájást, mert 4006 az nem olyan nagy magas, de hogy rövid időn belül haladtunk fel, mert a motorra gyorsan felmész, olyan felfájást kaptunk, hogy úgy is. A durva az volt, hogy a térkép szerint túlfelül van egy tó, mi azt hittük, hogy olyan, mint nálunk a fogaras, hogy felmész, túlfelül lemész. Ha túlfelül nem mentél le, hanem a gerincen ilyen 4006-4002 között így mentünk, vagy 150 kilométret, amiből több mint 100-at mentünk sötétbe, mert besötétettünk, és minden már le akartunk jönni, mert fent 4000 fölött az nem ilyen kecsor sátra, akkor nem sátrazó. Több mint 150 kilométret mentünk, hogy tudjunk bár lejönni 3006-ra, ott volt egy ilyen panziószerűség, ott megszálltunk, és akkor másnap visszamentünk, hogy nézzük meg az este, mit nem láttunk, hogy ne, ki ne hagyjuk azért. Uh-huh. El is neveztük, hogy Pamir Highway Night. Ez a másik egyébként, amit Ruca is említ, hogy a fejfájás. Szervezetfüggő, hogy ki hogy tud aklimatizálódni, nekem is nehezebben megy az aklimatizáció, és Elbruszon jártam, illetve az iráni Demavend vulkánon, mindkettő 5000 fölött van jócskán, fejfájás. És utára magas hegyen a Demavenden voltam, és akkor feltettem a kérdés magamnak, hogy kell ez nekem? Igen. Tényleg kell ez nekem? Igen, onnan már szenvedés az egész. Nem inkább. Kell, nem kell nekem. Svájcban, amikor a Matterhorn másztuk meg, akkor nekem nem volt ilyen, akkor csomót edzettünk le, blablabla, bla, bla, és akkor bírtuk. Hát volt egy ilyen légszomjam volt akkor, mert többet akartam csinálni, mint amennyit bírtam. Volt nekem egy kevés légszomjam, akkor ott nem volt fejfájásom. De itt a Pamirban azért volt fejfájás, mert túl rövid időn belül haladtunk fel, mert motorra gyorsan felmentünk, és azért aztán... Bár egy kicsit már pedzegettétek, de ti hogy készültök egy-egy ilyen túrára, egy mondjuk egy-két-három hetes túrára, vagy több imádok hetes? Imádok én kész. Erről szól egy év, tehát hogy mikor egyiket meg se csináltam, már tudom, hogy hova fogok menni, hogyha ezt sikerül megcsinálni. És ezt szeretem az egészben, hogy dolgozom, de hogyha fejbe jön egy ötlet, hogy akkor csináljunk meg egy valamilyen túrát, akkor azelőtt már hónapokkal azelőtt készülsz rá, utána nézel. De mit nézel, jelent? Hogyan? Nézel neten, YouTube-on, utána olvasol, érdeklődsz, egy csomó mindent, tehát szükséged van egy csomó információ, nem mindig kapod meg. Például amikor Mongóliában mentünk, olyan kevés infóval mentünk, hogy hihetetlen. Tehát netről innen-annal olvasó, de volt egy magyarországi csapat, aki azelőtt való évben volt, és írtunk rájuk meg minden, és nem voltak hajlandók válasz motorosok. Uh-huh. Mert mit tudom, Jede mesél nekem Mongóliáról, de ő más. Ők, mit tudom, lerepültek, ottan csináltak egy utazást, tőle is kaptunk néhány információt, de nekünk másra volt szükségünk, mert mit tudom, motorra megyek, akkor muszáj vigyek pótgumit, muszáj vigyek ezt, azt, stb. Hogy ott olajat tudok-e cserélni, mert ugye oda-vissza nem eléggé rendul, meg stb. Voltak ilyen technikai kérdések a fejünkben, amit nem tudtunk, és ilyen szempontból elég kevés információt kaptunk akkor. Szerintem azóta most már YouTube-on sok mindent megold, de hogy hetekig, hónapokig készülsz egy útra, maga az út az ilyen nagyon gyorsan észre se veszed, és eltelt, de utána még hetekig, hónapokig úgy benned van, mesélsz róla, és úgy még ott érzed meg, és akkor ha belegondolsz, akkor egy ilyen kéthetes, háromhetes, egy hónapos nyaralás, az tud egy fél éves lenni. Uh-huh. Az vagány, úgy szeretem. Én a magam részéről van egy olyan kiadókönyv, hogy a Lonely Planet. Ez gyakorlatilag egy utazókönyv, a világ összes országáról adnak ki könyvet, és időről időre azt frissítik, van, amelyik már, mit tudom, egy tizedik kiadáson is túl van. Az alapként használom a könyvet, és azon kívül pedig utazási fórumokat, ahol lehet tájékozódni, és akár kérdezni is. Ritkábban kérdeztem, leginkább az van, hogy ha kellő türelemmel az ember visszaolvassa a fórumokat, akkor megtalálja. Ilyen élménybeszámolókat, meg hasonlókat, vagy inkább van, ezek úr információk? Van, hogy azt is elolvastam élménybeszámolókat, de vannak viszonylag nagy utazási fórumok, ahol eléggé
leszűkítve meg tudod találni a te kérdéskörödre vonatkozó válaszaidat. Én így használtam, és illetve amit még csináltam, nyilvánvalóan hónapokkal előre kezdtem el a tervezést, és mindig csináltam A, B és C tervet. Ezek pedig anyagi vonatkozásban voltak megkülönböztetve. Az A volt a legtöbb, legdrágább, B kevesebb, C még kevesebb. A tervel, ahogy készültem, úgy nézegettem, hogy mennyi pénz gyűlt össze. És amennyi pénz összegyűlt, akkor lépett érvénybe A vagy a B, illetve a C jellegű terv, és akkor az országba utaztam el. Mi van egy ilyen kalandozó csomagjában? Tehát mit visztek magatokkal? Mik a fontos dolgaitok? Ha szeretnéd megtudni a feltett kérdésre a választ, akkor hallgass meg a hamarosan érkező második részt, ahol a két főszereplőnk az utazások lelki vonatkozásáról is mesél majd. Addig is a KBG podcastet megtalálod az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a Spotify-on vagy a YouTube-on is. Nincs más dolgot, csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy k.b.g. Ha több infót szeretnél, keress a Facebookon vagy az Instagramon. Kösz, ha hallgatsz!